Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyv elnevezésű YouTube csatornám. És mielőtt a mai főzésre rátérek, szeretném megköszönni az előrendeléseiket a legújabb szakácskönyvem kapcsán. Aki egyébként nem tudná, a videó alatti linkre kattintva elérheti a könyv ajánlót, illetve meg tudja rendelni a könyvet. No, a lényeg, hogy ezzel az előrendeléssel nagyon megkönnyítik azt, hogy majd ez csomagolásra kerüljön, hiszen most van időm, és akkor tudom nyomtatni előre a címkéket, amik a dobozokba kerülnek. Úgyhogy akinek van módja, tegye meg, hogy megrendeli előre a könyvet, mert ezzel sok-sok időt, sokkal előbb tudom majd postázni a megrendelt könyveket. No, a lényeg, ma az egyik kedvenc retro fogásomat fogom elkészíteni, ez pedig a szaftos karaj, vagy karaj pörköltesen, krumplis tésztával. Mutatom is Önöknek a készítését. Első körben pörkölt alapot készítünk, ezt majd ugye két felé fogom osztani, egyik felében párolom a húst, a másik feléből lesz a krumplis tészta. De a lényeg, hogy ennek azért főnie kell, hogy a hagyma szétmenjen benne, de ezt az időt ki fogjuk használni, és azzal a szép kényelmesen minden mással előkészülünk. És ahogy ezt mondani szoktam, nem élet az élet füstölt szalonna nélkül, tehát ennek a zsírját fogom használni a pörkölt alapomhoz. Most annyit tettem, hogy vékonyan felszeleteltem, utána kis hasábokra vágom, és ezeket a hasábokat fölkockázom, tehát nagyjából olyan fél centis kis kockákra vágom a szalonnát. És mielőtt elfelejtem, ez a mai recept 8 személyre szól, tehát 8 adag ételt fogok itt most készíteni. Első körben tehát ezt feldobom kis lángon, sülni az alatt összevágom a hagymát. Még mielőtt majd ráteszem a hagymát a szalonnára, a szalonna zsírjából le fogok venni egy 4-5 evőkanálnyit, ez majd a hús sütéséhez kell. Miután két helyre kell a pörkölt alap, így egy fél kilónyi hagymával indítsunk, amit jó apróra felvágunk. A szalonna pörcösre sült, most választhatunk, vagy benne hagyjuk itt a készülő pörkölt szaftunkban, vagy így, ahogy van, eltesszük, és majd az étel tetejére szólik díszítésképp. Én szerintem ma maradok ennél az utóbbinál. Ide félretettem, amit mondtam, egy olyan 3 evőkanálnyi szalonna zsírt, ez a hús sütéséhez kell. Itt benne hagytam szintén egy olyan inkább 4 evőkanálnyit, és 2 evőkanálnyit félretettem. Ezzel majd összeforgatom az időközben kifőzött tésztát, mert hogy ide hátra feldobtam egy lábasban vizet, megsóztam, és ebben majd meg fogok főzni 40 dekányi nagy kocka tésztát, pontosabban fodros nagy kockát. Ide az elejére már mehet is bele a hagyma. A hagymát egy kicsit megsóztam, mint ahogy ezt szoktam, tettem mindezt azért, mert akkor elkezdi szétszedni úgymond ezt a hagymát nekem, és sokkal hamarabb szét fog főni. Nem kell, hogy barnára piruljon, elég, hogyha csak üveges lesz, jól megfonja, de ez mindössze néhány perc. Ez alatt megtisztítok 1,5 kiló krumplit. A lényege, hogy ennek tisztított állapotában olyan 1 kg 20, 1 kg 25 dekának kell majd lennie. A hagyma kellőképpen üveges, teszek rá 2 evőkanálnyi jóféle piros paprikát, éppen csak elkeverem. Ide kimértem 5 deci vizet. Ezt mind rá is szutyantom ide a hagymás alapomra. Most egy kicsit megsózom, ez egy ilyen kis kanálnyi. Kap egy mokkás kanálnyi őrölt fekete borsot. Hátra teszem a kisebb lángra, és hagyom főni, egész addig, míg a többi dologgal elő nem készülök. Még majd, amikor ketté veszem, fogom fűszerezni, de ugye magában a krumplis tésztában nem kell más, csak sóbor, piros paprika, ezért van most ennyi mindössze a pörkölt alapomba. És miután viszonyszámokkal a legjobb számolni, hiszen akkor teljesen mindegy, hogy milyen mennyiséget főzünk, tudunk kalkulálni. Az előbb mondtam, hogy 1,2 kg körül legyen a krumpli megtisztítva, ez azért van, mert 40 deka fodros tésztát fogok kifőzni, a tészta körülbelül dupla vizet vesz fel, így lesz a tészta mennyisége is nagyjából 1 kg 20 deka, tehát pont fele lesz a tészta, fele lesz a krumpli, így kalkulálva. Amikor a tészta megfőtt, leszűröm hideg vízzel,
átmosom, átöblítem, és a félretett olajjal összekeverem, hogy ne ragadjon össze. A krumplit megtisztítottam, innentől kezdve az a feladat, hogy föl kell szeletelni, és többféleképpen szokás készíteni, általában csak összekockázzuk, beledobjuk a pörkölszalba, és utána pedig összetörjük. Én ennél egy fokkal jobban szeretem, amikor körülbelül akkora lapocskákra van vágva, mint amekkora a tészta. Ugyanis az a rész, amit nem török össze, hozzá tud tapadni a tésztához, és így egy egész más ízélményt ad, amikor így együtt erre ráharapok. Tehát kizárólag ezen oknál fogva én nem kockázom most, hanem inkább ilyen kis szeletekre vágom. Megjegyzem, egyébként jóval hamarabb meg is húl így. Közben megfőtt a tészta, leszűrtem, lehűtöttem, és most akkor a félretett szalonna zsírommal, ez nagyjából ilyen két evőkanálnyi, összekeverem, hogy ne ragadjon össze, és akkor a tésztáról le van a gond, egyszer csak majd bekeverjük. Közben sűrűsödött a pörkölt szaftom, így tettem rá nagyjából egy ilyen másfél decinyi vizet még, és továbbra is kis lángon főzöm. Még a húshoz, aminek mindjárt nekilátunk, egy olyan 4-5 gereszt fokhagymát pépesítsünk össze. Én ezt úgy szoktam, de ez már önöknek nem új, hiszen ismerik, a kést megfordítom, és a kés fokával pillanatok alatt összezúzom a fokhagymát, ennyi az egész. Vásároltam egy gyönyörű darab karajt, ami 1 kg 13 deka. Ez borzasztó szerencsésen jön ki, hiszen akkor 8 adag, egyenként 14 dekás húst tudok számolni. Pontosabban akkor inkább 7 dekásakat, tehát vágok most gyorsan ebből 16 szeletet. Még talán annyit, hogy első körben itt ezt a hártyáját, ezt eltávolítom, késsel a hús és a hártya közé nyúlok, és így gyönyörűen le tudom róla fejteni. Közben megint csak öntöttem egy pici vizet a pörkölt szaftunkra, ami szépen gyarapszik, és akkor 16 szelet. Nézzük. Körülbelül itt lehet a fele. Az így kapott felekből azután vágjunk körülbelül 7 dekás szeleteket, tehát mind a két fél karajt 8-8 szeletre kell vágni. Körülbelül így. Az így felszeletelt húsokat megnedvesített kloffolóval egy kicsit kikloffolom, és a hús szeleteket belerakom oldalanként körülbelül másfél perc alatt. Megsütöm, félreteszem. Az összes húst elősütöm, és azután pedig rá fogok merni majd a pörkölt szabból, szerintem a felét rámerem innen hátulról, de mindjárt mutatom önöknek. A húsoknak majd menet közben mind a két oldalát megsózom, megborsozom. Amikor az összes húst elősütöttük, rádobjuk a fokhagymát, aki akar, tehet bele apróra vágott paprikát és paradicsomot is, mondjuk egy két-két darabot, de ez egyáltalán nem kötelező. Teszek rá egy pici darált csípős paprikát, tényleg ez egy ilyen mokkás kanálnyi, esetünkben az erős pista, ami még ide jöhet nekünk. Egy kevés őrölt kömény, és egy ilyen fél kis kanálnyi sűrített paradicsom, több nem kell, nehogy elvigy ezt az egészet keserni és ízvilágba. És akkor nézzük. Jöhet a pörkölt szaftunk. 3 ilyen merő kanál, aztán majd meglátjuk, hogy kell-e még. Illetve hát nem fog kelleni, mert hogy a többi az kell nekünk a krumplis tésztához. Jó, ez így ahogy van, mehet hátra, és nagyjából egy fél órán át párolok. Előtte még lefedem. Ide akkor az első tűzre föltettem a maradék pörkölt szaftomat, mehet hozzá a krumpli. Annyi vizet öntök rá, hogy éppen ellepje. Én kifejezetten szeretem, ha szaftos egy krumplis tészta, tehát ki nem állom, hogyha száraz. Így. Miután ide belekerült azért egy több mint egy kiló krumpli, és ez azért elviszi az ízeket,
menjünk utána, tegyünk rá egy kis kanálnyi sót, mehet hozzá egy kis bors is. Ennek kell majd a kevesebb főzés, szerintem max 15 perc, dobok rá egy fedőt, és akkor most van egy negyed óra, hogy rendet rakjak magam körül. A krumplinak igazán nem kellett sok idő, meg is föl. Most az történik, hogy kedvünk szerint összetörjük magát a krumplit valamennyire itt a szaftnyában. Ez ízlés dolga. Ha szeretnénk a krumplis tésztában krumpli darabokat, már pedig miért ne szeretnénk, akkor nem kell tökéletesen összetörni. Most mehet bele a tészta. Átkeverem, és tökéletesen kész is van nekem. Mindenképpen kóstoljuk meg, és akkor sóval, borssal lehet utána ízesíteni. Én nagyon szeretem azt a változatot, amikor serpenyőben olajat forrósítok, és abban megpirítom még ezt a krumplis tésztát, nagyon finom úgy is, illetve megtehetjük azt is, hogy most szétterítjük egy tepsiben, és felső lángra téve olyan 210-220 fokon egy kicsit megkapatjuk a tetejét. Jöhet is lassan a tálalás, hiszen a hús teljesen vajpuha lett a szagban. Elkészült tehát a szaftos karaj krumplis tésztával. Tárra halmoztam mellé, mármint a krumplis tésztát tányérokra halmoztam, mellé tettem a vajpuha karajt, meglocsoltam a pörkölszafttal, tettem mellé kovászos uborkát, ez kötelező, egy pici paprikával, paradicsommal, petrezselyel, amit díszítettem, mint általában a magyaros fogásainkat. Most még a félretett szalonna pörcből teszek rá egy keveset, így, és ebben a pillanatban kész is nekem az étele. Akinek szimpatikus volt ez az ízig-vérig magyaros fogás, kérem nyomjon a videóra egy lájkot, aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, azt javaslom, mielőtt tegye meg, hiszen most már több mint 590 ételvideóból választhatnak. Még valami, a könyv megrendeléshez pedig kattintsanak a videó alatti linkre, illetve a könyv ismertetőhöz. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget kívánok szíves mindannyiuknak!